Hát sziasztok, Raúl vagyok még mindig. Folytassuk a második résszel. Ugye eddig-addig jutottunk el, hogy van egy emberünk, akinek van egy rakétakilövője, van egy kocsink, amit fel kell robbantanunk. Van egy triggerünk, ami akkor kapcsolódik be, hogyha a kocsi felrobbant. Erről kapunk is egy üzenetet, és van egy UAZ-unk, ami akkor indul el, amikor bekapcsolt a trigger. Na hát ezt kicsit komplexebbé kéne tenni. Tehát adjunk plusz dolgokat hozzá. Most hát arra gondoltam, hogy kicsit elrébb rakom ezt az autót, ha kelljen akkora távot majd megtennünk. Meg a következő végpontot is. Arra gondoltam, hogy adjunk egy társat az emberünknek. Mégpedig olyan formában, hogyha kilőjük az autót, akkor csatlakozzon hozzánk egy ember. Tehát ide rakok egy emberkét, így blue for oldalon. Nincsenek összecsoportosítva, ugye. Játszhatóvá teszem. Ez nem szükséges, csak akkor, hogyha multiplayer játékot akarunk majd játszani, és hát választhatóvá kell tenni az ember, tehát a kezdésnél bele tudunk bújni az ő bőrébe is. Ha nincs játszható formában, akkor nem tudunk vele játszani majd. Adunk neki waypointokat. Az első egy move waypoint, az ugyanazt a célt fogja szolgálni, mint az UAZ-nak az első pontja, hogy addig a pontig elmegy, aztán várja a következő pontot, a következő parancsot. A következő pontnak megadom neki azt, hogy join, vagyis csatlakozzon hozzám. Ez azt fogja eredményezni, hogyha a triggerünk be fog kapcsolni, akkor az ember oda jön hozzánk, és egy csoportba fogunk kerülni. Tehát csatlakozik a csoportomhoz. Ugyanúgy ezt a meglévő triggert fogom használni, ugyanúgy az első move pontját összekötöm vele. Elmentjük. Nézzük meg az eredményt. Tehát ott az autónk, ott van egy ember, aki csak ott áll és semmit tesz. Felveszik a rakétakilövőnket, kilőjük az autót. És ha minden igaz, kocsi éget megkaptuk, az emberünk elindul, és már is van egy társunk, már csatlakozott hozzánk. Ott jön az UAZ. Mégis csak ennyit akartam megmutatni vele, hogy ez is működik. Szóval akkor ez működik, ez a része. Most áttérünk arra, hogy egy kicsit megnöveljük a létszámot. Tehát van egy UAZ-unk, amiben ugye egyetlen ember tartózkodik már alaphelyzetben, mint sofőr, akinek megadtuk a move pontokat. El tudjuk ezt érni például, hogy ebbe az UAZ-ba berakunk mondjuk még három embert, aki egy csoportban vagy külön utazik a sofőrrel, majd követi azokat a move pontokat, amit a sofőr is fog, így egy mit tudom, 4-es csoportot kapunk. Tehát az UAZ-t először megnevezzük mondjuk UAZ-nak. Aztán adjunk hozzá egy embert,
az ember initializációs mezőjébe azt a parancsot kell beírnunk, hogy this move in moving cargo, és az U az. Tehát a this az mindig a személyre utal, hogy a jelen ember, de megnevezhetnénk az embert is, hogy XY és XY moving cargo U az, tehát a this-szel egyértelmű. Moving cargo az az utastérbe való behelyezés, vagy a raktérbe, hogyha moving driver-t vagy moving gunner-t parancsot adunk neki, akkor a sofőr vagy a lövész állásba fog kezdeni. Szóval a moving cargo U az. Most automatikusan ő összeköti egy csoportba az embert és az UAZ-t. Ezt elérhetnénk egyszerűbben úgy, hogyha egy csoportba szeretnénk létrehozni őket, hogy a speciálba az information-t átállítjuk in cargo-ra, akkor hogyha egy csoportban vannak és egy autó a vezér, akkor már azonnal úgy kezd az ember, hogy benne van az autóba. Na most nem egy csoportot szeretnénk létrehozni, hanem egy sofőrt és különálló három embert. Legegyszerűbb a másolás beillesztéssel operálni. Most belőlük csinálunk egy csoportot. Mind a három ember kezd az UAZ-ba, de hát ők tök hülyék mennének ahhoz, hogy bármit is csináljanak, ezért nekik is megsz a move pontot, hogy például szálljanak ki. Opa, bocsánat, waypontot. Szálljanak ki, get out. De mivel, hogy szállítja őket az UAZ, ezért transport unloadot, tehát a kiszállást megadjuk az UAZ-nak is, hogy szállítsa ki a rakományát, az esetben az embereket. Tehát ő ki fogja szállítani, ők kiszállnak, és ez a három ember, nagyon kiszáll, három ember mondjuk induljon erre. Be tudjuk állítani, hogy milyen alakzatba, vagy hogyha nincs is beállítva, akkor nem fognak alakzatot tartani. Alap helyzetben egy éjkalakzat tartanak. Milyen formációban, milyen temperamentummal, milyen viselkedéssel, milyen gyorsasággal, ezt mind be tudjuk állítani, most alap helyzeten hagyom. Tehát ide fognak jönni. A sofőr ugyanúgy kiteszi a rakományát, kiszáll és ide jön. Elmentjük. Érdemes gyakran menteni, mert nagy hibákat okozhat egyetlen egy kis hiba. És hát akkor nézzük, mit csináltunk. Kocsink megvan, meg minden megvan. Kilőjük a kocsit gyorsan. Úgy. Kicsit cseng a fülünk, mert nincsen füldugónk. Jön az emberünk. Two, follow one. Two, return to formation. Ott jön az UAZ-unk. Az UAZ megáll. Kiszáll belőle. Egy, kettő, 3-4 ember. Sofőr az vagy elszaladt, vagy nem. Mivel látott minket, azért másképpen reagál, mert okos. Na, akkor folytatjuk a harmadik részben. Köszi a figyelmet!